Ó, nem bírtam meghódítani. Fúj! Unatkozom. Jaj, saci. Ó, jó reggelt, cucuka. Kérlek, ne hangoskodj. Jaj, bocsi, te még aludtál? Igen. Mit csinálsz? Unatkozom. Kalandozni szeretnék. Van nekem egy kalandozós történetem. Elmeséljem neked? Igen! Akkor kezdjük. Egy szép napon Tigri és Kisgepi kirándulni mentek az erdőbe. Ó, végre itt vagyunk. Igen. Nem kell hallgatnunk az autók zúgását. Igen. A vonatok hangját. Igen. Te csak azt tudod mondani, hogy igen? Igen. Fogocskázzunk. Jó! Úgy se tudsz elkapni, lassú vagy! Elfáradtam. Igen. Pihenjünk. Igen. Ahogy pihentek, arra járt egy farkas. Nagy lompos farkas. Ó, micsoda meglepetés! Jó napot! Én reggelizni jöttem, önök azok? Nem. Hát pedig azok lesznek, mert éhes vagyok. Jaj, segítség! Ezt meghallotta a sus. Hé, te farkas! Mi? Hol? Te, hogy akarnál te engem megállítani? Még csak a fél fogamra se vagy elég. Engedd szabadon őket. Milyen bátor. Na, hagyd békén. Ebédelni szeretnék. Nem. Hagyd békén a kicsiket, addig innen nem tágítok. Milyen kis kemény csajszí. Na, akkor is kotrodj innen. Na, jól van. Te akartad. Mi? Köszönjük szépen, hogy megmentettél minket, sús. Igen. Nagyon szívesen, máskor is. De legyetek óvatosabbak az erdőben. Igen. Jól van, jók legyetek? Igen. Menjünk haza inkább. Nekem ebből az erdőből elegem van. Igen. Hát jó. Igen. Nos, hogy tetszett a történet, saci? Hát ez nagyon jó volt, de ugye a farkasnak nem esett baja. Nem, a farkas teljesen jól van, és azóta már nagy ívből elkerüli a gyerekeket. Ott marad az erdőben, ahol az ő helye van. Köszi szépen, hogy elmesélted. Nagyon szívesen máskor is. Shovel!